Kezdjük mindjárt nyílszőrösen Ágoston Ildikó a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Fakanál Fesztivál, de ez egy sokkal régebbi múltra tekint vissza ez a rendezvény, csak másképp hívták, ugye? Tehát több mint 10 éve, 15 éve most már megrendezitek? Igen, igazából ez a nyírszőlősi juniális jogutódja, így is mondhatnám, és harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Összesen 15. lesz ez a sorban. A településen élők számára ez az év legnagyobb eseménye. Tehát ez úgy szokott történni, hogy lemegy a nap, és már az este folyamán már az beszéli a lakosság, hogy akkor jövőre hogy mi lesz, kit hívunk vendégnek. Hát mert ez egy helyi érték. Mondhatnám már erre a Fakanál Fesztiválra ezt a szlogent. Meg egy nagyon jó közösségi tér. Én azt vettem észre, hogy egyébként is jó a közösség. Igen. Ott a település részen, illetve a településen, ez meg még tovább erősíti ezt a kapcsolatot? Mindenképpen. Nagyon szeretik az emberek, az ott élő emberek a kultúrát, a sportot. Csak hogy említsem meg, hétfő este például egy nagyszabású amatőr asztali teniszbajnokságunk volt, teljes teltháza. Nyitottak az emberek mindenre, csak az az idő, amíg az átfutási időt kivárjuk, amíg odaszoknak a fiatalok, a kicsik és nagyok egy-egy programra. Na most ez a Fakanál Fesztivál, ez már egy ilyen rendezvény, bizony itt volt már példa 1800 emberre is, akik oda kilátogattak. Mivel Nyíregyházához tartozó település részről beszélünk, én azt gondolom, hogy ez azért nagyon szép mérce, igaz? És gondolom, hogy sokan kimennek Nyíregyházáról is, tehát nem csak a településen igen. élők látogatnak. Hát én úgy látom, hogy a baráti társaságok, a familiák, a családok szépen kijönnek a nap folyamán erre a rendezvényre. Természetesen a hagyományos jellegéhez Isten őrizzen, hogy hozzányúljunk. Tehát az elsődleges a gasztronómia. A nyírszülősek nagyon szeretnek főzni, ezért is került átnevezésre a rendezvény. Uh-huh. Hozzájuk alkalmazkodva, most is több mint 20 főző csapatunk van. Van tematika, amiköré csoportosul? Igen, az egyik az a, hát igazából szükkörűen nincs, távkörűen pedig kétféle ételt várunk mindenkitől, ehhez viszont tartjuk és ragaszkodunk. Az egyik az a hagyományos gasztronómiai étel felvonultatása, ami új jelen, az egy egészséges étel megjelenítése és a zsűri elé tálalása. Várjuk mi is kíváncsian ezeket a felhozatalokat. Akkor reformétel, vagy igen, 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 mert azért egy kicsit haladjunk ez irányba is, hogy neveljük a fiatalokat az egészséges életmódra. Ez nekünk mindig cél. És igazából van egy kis érdekessége ennek a mai napnak. Ez egy olyan jó kis közösség, akik ott élnek. Összedugjuk a fejünket, mindenki mondja a maga kis ötletét, és akkor ezekből az ötletbőrzékből kikerekedik egy nagy, jó kis színvonalas program, mint ez a mai nap is, és én magamra vállalom, mint a település közművelődési szinterének a szakmai vezetője, ezeknek a megszervezését, koordinálását. Most például az egyik helyi képzőművész, a Verebély Olga következő ötlettel állt elő, hát ragyogónak találom, 1000 daru napja legyen ez a rendezvény. Én kérdeztem tőle, mi az az 1000 daru? Na hát akkor mondom, mert nyilván itt, akik hallgatják ezt az interjút, és kíváncsiak rá, igazából ez egy japán bölcsességre épülő dolog. Origamiból, lapokból, akik kint vannak, segítséggel egy-egy darut hajtogathatnak. Ezeket a darukat majd fölrakjuk, kihúzunk a fák közé ilyen drótokat, ezekre fölrakjuk a darut, és ha megvan az 1000 papírdaru, akkor a japán hagyományok szerint, akik ott vannak a rendezvények, kívánhatnak egyet, és ez a kívánalmuk, ez teljesül majd a jövőben. Hát most ez így lehet, hogy egy kicsit mosolyogtató, de igazából azt gondolom, hogy közösségi aktivitás emelőnek tökéletes. Na de ezen hát, kívül... hát, hogy legyen valami cél, amit lehet persze, igen, mert az emberek sokszínűek, érdekesek, és mindenkinek igyekszünk a kedvére tenni. Tehát nagyon sok eleme lesz ennek a mai napnak. A legfőbb eleme az, hogy a kilátogató családoknak pénztárca kimélő, azaz 0 forintba kerül bármi. Uh-huh. Vidám parkozhatnak, a gyermeknek egy csillámtetkót csináltathatnak, babavilágunk lesz, a legkisebbeket várjuk, de színpadi programkavalkádok lesznek, extrém bringás bemutató, oly sok minden, hogy talán ez a néhány perces interjú kevés is a kínálat felsorolására, és hát azért a nap ne záruljon már eseménytelenül, idézőjelesen, az idei sztárvendégünk Vastag Csaba, uh-huh. és azt követően tűzijáték és hajnalig utcabál.
A jellemző az, hogy ilyenkor hajnal 2-ig, 3-ig is tart igen, a buli. Igen, erre lehet számítani most is? Igen, és még úgy kell hazaterelni a lakosságot. Tehát most nyilván a vidámságomból is látszik, hogy ez egy jó kis nap lesz, ha az égiek és az időjárás kedvez nekünk. Én azt gondolom a magam nevében akkor már egy kis reklámot is csapjunk ennek az időpontnak. Tehát június 15-én reggel 9 órától Nyírszülősen a kollégiumúti sportpályán egész napos Fakanál fesztiválra várjuk az érdeklődőket. Ha valaki szeretné megkóstolni ezeket az ételeket, amik ott versenyeznek, erre van-e mód? Maximálisan van, és meg is kértünk mindenkit, itt mindent ingyen osztunk, mivel biztosítjuk a hozzávalókat is. A pacaltól éppen ma néztem, hogy olivabogyós, olivasajtos toszt, lesz ott minden, répatorta, csilisbab, vathúsból pörkölt, lehet nyelni, kérem szépen. Azt nem mondom, hogy ételhordóval jöjjenek ki, mert nem lenne etikus, de hogy éhesen nem fog hazamenni senki, az biztos. Jaj, hát és a focikupát ki ne hagyjam, hiszen az egyik a mozgás és a sportkedvelőnek ez az egyik legkedveltebb attrakciója. Egész napos amatőr focibajnokság is lesz ezen a nagy sportpályán, mert ez egy hatalmas terület, és akkor szépen beosztva a pályán mindent meg lehet valósítani. Uh-huh. Azon gondolkodtam, amit mondta, hogy 15 éve indult ez az egész. Igen. Van olyan, aki mondjuk már az elsőn is ott volt, igen, és most is ott van, akár mondjuk most már gyerekkel együtt? Van olyan is, akit már beszélgetjük előre, hogy vajon megjelenik-e. Van, persze. A legjobb az, hogy a több generációs családok eljönnek. Igazából ez is a célja a rendezvénynek. Beszélgessenek, egy kicsit eresszenek le, kocincsanak az emberek, találkozzanak, érezzék jól magukat, egy kicsit a mindennapokból lépjenek ki, erre nagyon jó lesz a Nyírszülősi Fakanál Fesztivál. Ildikó, köszönjük szépen, hát ha ilyen lendületes lesz, mint amilyen a beszélgetés volt, akkor azt hiszem nem lesz gond. Tehát ez a jövő hét végén, reggel 9-től hajnal 2-3-ig, ha kell, akkor majd hazakísérnek embereket, hogyha valaki nagyon jól érzi magát. Kocsiba rakjuk és visszük, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.